Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel! Hát üdvözlünk mindenkit, ugyanis István is itt van ebben a videóban, habár nem ül itt mellettem, viszont visszahozzuk ezt a kis sorozatot, amit elindítottunk talán 2 éve, hogy ismert fel a játékot, és akkor ugye, hát mutatom itt, nem is tudom, 3 vagy 4 rész jelent meg eddig, viszont akkor van egy új, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy kicsi, apró képekről kéne felismerni, hogy az melyik játékban van. Szevasztok, srácok! Itt vagyunk egy újabb ilyen történetben, baromi rég volt már ilyesmi, izgulok, ebben én elég szar voltam, pedig emlékszem, pont nemrég nézegettem vissza, mert Patrik küldte nekem, hogy benne lennék egy ilyesmiben, és visszanéztem egy párat, és egy párszor annyira meggyőződésre, olyan meggyőződésre tudom mondani azt, hogy ja, ez biztos az a játék, itt a Modern Warfare 2 és Kocségó, baromira nem. Láttam pár olyan kommentet is egyébként, hogy mi ezt tudjuk előre, és csak megjátszuk a hülyét, nem, baromira nem, fogalmam nincs. Én most egy X-et látok, egy ilyen tépelt X-et, amiről már most tudom, hogy mi lesz, sajnos, de hát ez a kezdőkép a videónak, úgyhogy kezdjük is el. Szóval itt van az első, 30 másodpercünk van, és egy ilyen, hát minthogyha ez az úton lenne, az aszfalton, ugye ott van, még 18 másodperc, szóval ez az aszfalton van valamiféle nyíl. Én arra következtetnék, hogy ez a GTA, mert ott ilyen, ott ilyesmi az út, de aztán nem biztos, csak erre következtetek, hogy GTA 5, de fogalmam sincsen. Az! GTA 5! Na, fél percen van kitalálni. Hát egy nyilat látok. Ez egy útburkolat jelnek tűnik, de csak annak tűnik, de ez egy leti egyes és fordított egyes, de ez egy nyíl. Most ez alapján mondanám azt, hogy Forza Horizon, de mondanám azt is esetleg, hogy mi az? Euro Truck Simulator. Legyen Forza Horizon 4. Valahogy túl tisztának tűnik nekem grafikailag az a nyíl. Valószínűleg nem Forza Horizon 4 lesz. Na nézzük. Ez mi? GTA! Basszus, nem is gondoltam rá, a kincskeresésből. Brand new videos. Na hát aztán ez mi? A következő képen fogalmam sincs, hogy mit látunk. Tehát, hogy valamiféle falat látunk, de talán ilyen PUBG-szerűség lehet, de el nem tudom képzelni, hogy ez mi a jó Isten. Most több időnk van egyébként, mint az előzőekben. Jaj, valami a szemembe baszki mindig ilyenkor. Szóval ez valami... Fogalmam sincs, nem tudom, én azt mondanám PUBG, de lehet, hogy teljesen hülyeség. Hát én ebből se tudom. Tehát, hogy így... On deck, ez mi a szar? Fú, de ismerős. Oké, ilyen izé, ilyen szelet, ilyen darabok, ilyen beton. Húha! Nagyon ismerős, annyira ismerős ez a szerkezet, ez az egész. Most mondanom kell egy, nem tudom mi legyen. Cségó, biztos, hogy nem az, mert már arra rég volt Cségó videó. Never Out! Annyira tudtam, hogy ez a Never Out-ból van. Annyira tudtam, hogy biztos nem rakták bele. Patrik, honnan tudnám, mi ez a Never Out? Hát ez meg. Aha, de azért várjál, mert lehet, hogy becsapós. Szóval, hogy nyilván elsőre én a Forma 1-re asszociálok. De ezen kívül még ez bármi lehet. Forma 1. Én azt mondanám, hogy ez a Forma 1, nem tudom elképzelni, hogy ez mondjuk a Forza lenne, vagy ilyesmi. Habár van olyan rész, amiben van ilyen, a Legósban azt hiszem van ilyen, de én azt mondom Forma 1. Nézzük csak azt meg. Basszus, mondtam, hogy van olyan, hogy a Legósban az van. Atya Istenem! Ez, fú, ez a Yas Marina, szerintem, a pálya. Na most vagy Forma 1, vagy Forza Horizon. Vagy mi Forza Motorsport. Legyen Forma 1. Egyelőre 0, 2-ből 0, ugye? Igen. Basszus, pedig gondoltam is rá, hogy Never Out, érted? Tényleg benne volt a fejembe. De Patrik honnan tudná? Na mindegy. Szerintem fogalma nincs arról a játékról, pedig az egy érdekes történet volt. Forma 1 2019, vagy 20. És baromira nem, és nem is Yas Marina csezd meg, hanem ez a Lego... Jó, hát én azt nem láthatom a Lego DLC, egy 3-ból 0. Na várjál csak. Hol volt ez a képesség? Gears of War 5? Nem! Vagy igen? Jaj, gyerekek, én ebben most nagyon le fogok szerepelni. Kíváncsi leszek az Istennek mennyi izéje van. Pontja van. Én azt mondanám, hogy Gears of War 5, de... Nem tudom. Annyira megvan előttem ez a képesség. Csak nem tudom, hogy hol használtuk. Az hát, Gears of War. Jól van, jól mondtam. Ugye ez az? Még nincs oda írva. Fúha, ez valami skill lesz. Egy játékban cooldownol valami. Na ez mi a fos? 3-as lövés. Fogalmam nincs, ez mi a tosz? Még van idő, jó? Akkor nem csak a körbe teljesülése. Mi a szar ez? Mibe lehet ez? Cooldown. Tudom, Battlefield, de olyan nincs ilyen. Gears of War, öcsém! Fú, de nem könnyűek ezek, te jó Isten! Hát azt akkor tippüljetek! Ti is tippelgessetek nyugodtan a kommentben. Meg ha tetszik, akkor likét nyomjatok rá. Hát... ide nézzé, oda nézzé. Ez ugye valamiféle folyót jelez, hogy ott vagy hát víz van. Mondanám... nem tudok mondani, fogalmam sincs. Egy pillanatig se tudom, hogy mi ez. Mi a jó Isten ez? Ó, ez a Vigor. Basszus, és egy tábláról, hát hogy a szarba mondtam volna ezt meg? Aha, hát ez valami tábla, valami közlekedési táblának tűnik, ami talán egy kicsit rongálódott, de ilyen valami olyasmi akar lenni, hogy víz, ugye? Tehát, hogy ott le lehet esni a vízbe. Ez egy tábla. Na de mi a szarba lehet ez a tábla? GTA-ban nem hiszem, hogy van ilyen tábla. ETS-ben nem hiszem, hogy van ilyen tábla. Mi a szar lehet ez? Mivel szoktunk játszani? Jó, legyen ez is mondjuk GTA 5, de... pff, teljesen vakon vagyok. Úristen, a Vigor, csezd meg! Azt a rohadt! Fú, de nehezek! Oké, inkbe ül a csávó, nyakkendővel. Közben azért nézek fel néha, mert megy a Forma 1 szabad edzés, szóval... igen. Ülnek nyakkendőbe, a csaj is ott ül, nem tudom, az a baj, azt se tudom, hogy ki játszott éppen ezzel, honnan van ez a kép. Mondjak valamit? FIFA, de nem is játszottam a FIFA-val, mit tudom, én nem tudom mi az. Ó, NBA, ó basszus, na erre kíváncsi vagyok, hogy ezt tudta az Isti. Ez mi a szar? Ő ott két ember, valami inges meg egy csaj. A grafika olyannak tűnik, mint NBA 2K lenne. Megmondom őszintén, abban vannak ilyen ronda karakterek, tuti nem 2K egyébként, simán lehet, hogy valami Forza Horizon ez. Én mondok egy NBA 2K-t, hát valami cutscene-ből, bár én a videóból mindéket átugrottam, mondjuk 2K, de tuti nem 2K. De! Hú! És ott ülnek a szélén, fú, de összeraktam, jó, végre legalább egy ponton van. Oké, a következő... ilyen tépet látunk a képen, mintha valami robotos, robosztus valami lenne ez a ragasztó. Hú, én nagyon béna vagyok, ne haragudjatok. Mondjuk gondolom ti se tudjátok az összeset. Na várjál, van még 8 másodpercük, 7. Lövésem sincsen. Nem tudok tippelni. Ó, basszus! Az R6-ban volt a Mute-nak a izéján a fején. És akkor ezt láttam, ez szerintem ez egyértelműen a Rainbow Six Siege, és ez a Mute-nak a maszkja. Ez nem nehéz. Így van a Mute, így van, ez 2. Patriknak a feje gyönyörű. Na várjál. Ez itt szerintem egy autó lesz. Mármint, hogy olyan, mint hogyha ott az ablak, és akkor így az ajtó egy autón. Én azt mondanám, hogy ez Forza, mert talán Forzában volt ilyen zöld autó. Aztán lehet az Istinek volt zöld. Nem tudom. Én azt mondanám, vagy itt hátul a green screen. Én azt mondanám, hogy ez Forza Horizon 4. Nem tudom miért. Nem, baszki. Need for Speed Most Wanted. István! Hűha, ez valami autós játék. Mit tudom én, Forza Horizon, vagy lehet mondjuk, mert ez valami oldal, az autónak az oldalának tűnik, az ajtajának tűnik, bal első ajtónak tűnik nekem. Aztán mindjárt kiderül, hogy baromira nem az, de mondok erre egy Forza Horizont. Tudom, ezek ilyen nem túl variáns tippek, de mondjuk egy Horizon. Igen, és amúgy jobb eleje, de amúgy autó, azt jól megállapítottam, és Most Wanted. Hát igen, ebből aztán mondd meg. 100%-ra mondom, hogy ez szerintem Forza. Mert a Forzában ilyen az ősz. Nagyjából ilyen szokott lenni. Meg az a lila szín. Én azt mondanám, hogy ez Forza, valahogy úgy Forza Horizon 4. Ezzel nem is kell többet gondolkodnom. Na de azért akkor nézzük, hogy mi van. Forza? Persze, hogy Forza. Forza Horizon 4. Azért mondtam én. Ezt tudja, hogy Forza Horizon. Az ősszel, ott van egy ilyen kis lampionszerű ballon is, vagy mi a jóisten nyila. Beleégett már az agyamba ez az őszi fás téma. Alapból nem is olyan játékokban ennyire őszi fák lennek, ez Horizon és harmadik ponttér. Így van. Jó, köszönöm szépen. De ez mondjuk lehet, nem is a 4, hanem ez a 3. Nem ez a 4. Újjajjajjajjaj. Várjál csak. Sárga a háttér, és van egy ilyen kéz. Lehet, hogy hülyeséget mondok, sőt, szinte biztos. Talán én erre is azt mondanám, hogy a Forza Horizon 4, amikor megnyersz egy versenyt, vagy nem nyersz meg, akkor egy ilyen csúnya háttér van mindig. És szerintem ez az, de nem biztos. Az hát, azért mondom, mondjuk pont nem erre gondoltam, de az. Jó van, Forza Horizon 4. Ez is Forza Horizon. Igen, amikor van az a hülye győzelmi örülés, és ilyen idióta kesztyű. A sárga háttérből megmondom, hogy ez az. Fú, de nem könnyűek, azt a rohadt életben, baromi nehezek, maradjunk annyiba. És Horizon így van, ez a negyedik pontunk, akkor hatalmas fejem van. T12. Mi a jó istent jelenthet ez? Valami kanyarról nevezhették el? Ez biztos nem Forza Horizon 4, nem mondd már, hogy egymás után 3 van. Figyelj csak! Pirelli felirat van ott a háttérbe? Jól látom én azt? Mert akkor mondjuk arra gondolnék, hogy ez Forma 1, T12, de ez nem ismerős, hogy T12. Az! Forma 1! Ott a Pirelli felirat a háttérben, jó van. Ez T12, szerintem ez Forma 1. Nem tudom, valahogy nekem annak tűnik. Ez Forma 1 lesz szerintem. 5. pontért, ugye. Most bocs, hogy számolom magamnak, csak hogy a végén tudjam értékelni, hogy mennyi, mert nyilván Patrik számolni fogja, nem arról van szó, hogy a videóban ti látjátok már, nektek könnyebb lesz, de szerintem ez 5. pontért megyünk, és szerintem ez Forma 1, igazából betűtípusból mondom, a 12-es betűtípus. Az ilyen Forma 1 fontnak tűnik. 5. pont, na, így van, ott is van 5. pont, nagyon jó. Egész jó, elkaptunk egy fonalat, mennyi van még? Ó, ez könnyű, ez House Flipper. Azért könnyű nekem, mert én játszottam vele. Mert ugye volt egy olyan rész, ahol egy biliárdasztalt vettem. Szerintem ez az. Igen? Az hát House Flipper, jó van, ezt jól mondtam. Biliárdasztal, 6. pontért, mivel lehet biliárdasztal? Meg jó a grafika is egyébként, simán lehet, csak egy cutscene, 6. pontért. A GTA-ban esetleg lehet biliárdasztal, de nem nagyon van. Mi a szarba lehetett? Mivel játszottunk mostanában? Vagy játszottam mostanában? Hű, basszus, tippem sincs. Legyen mondjuk a Vigor, ez is, azt hiszem, de ott sincs biliárdasztal szerintem. Mindegy, Vigor a tippem, valami legyen 6. pontért. De ez biztos nem az. Ez mi? Ja, House Flipper, jó. Basszus, fingom nem volt. Mi a jó isten? Amit a képen látunk, az égbót. Ezen kívül, mintha valamiből néznénk kifele. Hát mondanám, hogy GTA, de nem hinném. Valamiből nézünk kifele. Mi a jó istenből nézünk így kifele? GTA? Nem tudok jobbat tippelni, foggal hát ebből. Aha, jó van, Forma 1. A Glórián az a kis szar. Na, most ez mi a szar? Tehát ott egy fekete valami, meg az ég, szerintem. Ezt tudod, mi ennek tűnik? Mint egy a szélvédőnek a kezdete, és ez az aoszlop, így felülről. De 6. pontért, hát, mit tudom én, de közben valamire nem az lesz. Nem tudom, ez tuti valami autónak egy része egyébként, ez 100%. Tudod mi, ez a Halo a Forma 1-ből. Legyen mondjuk a Forma 1 2019 vagy 2000, igen, az mondjuk. 6. pontért, Forma 1. Ez a Halo. Ha! Hőd is van! Hú-hú! Jó, 6 pont. Lehet, hogy én gondolom rosszul, de én azt mondanám, hogy ez izé lesz. Ez GTA lesz. Talán ott szokott ilyen textúra lenni, ilyen szinten retkes textúra. Á, Istenem, olyan nehéz ez, mert annyiféle játékkal játszottunk már, vagy Vigor. Én azt mondanám GTA. Aztán lesz, ami lesz. Az hát, azért mondom, mert ott szokott olyan lenni, na. Jó van, Patrik. Ez GTA 5 mondjuk a hangárnak az ajtaja. 7. pontért. Lehet, hogy már elcsúsztam a számlálással, simán benne van. Mondjuk egy hangárajtó a GTA 5-ből. De közben lehet még egyébként Forza Horizon is, de abban nincsenek ekkora hangárajtók szerintem. Viszont vannak ilyen mondjuk a Barn Find ajtó, az nem ilyen szép. Szerintem ez GTA 5 7. pont, nem tudok jobbat. Persze lehet még egyébként mondjuk egy RTS 2 is, de GTA 5-re mondom, és GTA 5! 7 pont, jó. Aha, ez szerintem ez nagyon könnyű, és ezt az Isti is biztosan tudni fogja, ugyanis közösen játszottunk a Forzában, tehát a Forza Horizon 4-ben úgy játszottunk, hogy egyes BMW a nem tudom milyen BMW ellen, és ez pont az István BMW-je. Mutasd! Az hát, azért mondtam, mert ezt együtt játszottuk. Bázony. 8. pontért Forza Horizon, igen, Forza Horizon 4, így van, és egy Street Race lesz 8. pontért, azért vagyok ennyire biztos benne, és nem egy Most Wanted képet, vagy egy karbon, mondjuk egy karbon, ugye az átvezetőben, a karbon az átvezetőben esetleg lehetne, Forza Horizonnél maradunk, de lehet, hogy karbon. Csiha. Legyen karbon, megkockáztatom, 8. pontért legyen karbon, megkockáztatom. Nem titok, hogy vágás közben ezen baromira röhögtem. Figyelj! És Horizon, így van, sejtettem, nem baj, nem baj. És van lehetett egy ilyen átvezető is, én már nem is számolom a pontokat, mert lehet, hogy már elcsúsztam, jó? És kész vagyunk, fú, hát ez nem volt ilyen egyszerű mutatvány, az a helyzet, ez tényleg nem volt könnyű. Szerintem egész sok pontot összeszedtem. Úgyhogy hát köszönjük szépen a figyelmet, ajánlanám figyelmetekbe az István csatornáját is, leteszem ide a leírásba, oda is tekintsetek felfelé. Marha nagy fán volt, szétadtam, ezeket én mindig nagyon szeretem, remélem, hogy élveztitek ti is, és szeretnétek még legyen ilyesmi, de Patrik majd úgyis kiköszön szépen utána, gondolom én. De azért hello! Ennyi, meg egy Bambi, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, kellemes napot, jók legyetek, Instagram a leírásban, UNFIELD shop a leírásban, szevasztok! I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.